Mégis ide tévedtem. Menj, Béli, jó vagyok, csak nem esett belém is a kolt kórossal. Jó estét kívánok. Mennyi sok nép? Na, én négy szabadok. Hű, és mennyi derék legény? Na, azért is maradok. Mi csodá, hogy én ki vagyok? Hát borcsa, és hogy milyen borcsa? Amilyen a kedves anya, dudas borcsa. És nem akar milyen helyen szolgálóka, hanem a nagytiszteletű Tóbias Mózes és Harangi Ézsajas professzor uram Iknar. Nagy tisztességet, hiszen még a kegyelmes püspök is csak egy urat szolgál, én pedig kettőt. És milyen fura két teremtmény az ég, itt, a komédiaházba mutogatnak ilyen féléket. Istenemre mondom, ha nem ott horkoltam volna éjjel a kamra mellett, hát esküdtem volna rá, hogy közülük az egyik a holdaljáról. Mit bámulnak? Ha kegyelmetek még nem is tudnak róla, nem tudják, amit már az egész Debrecen tud. Na, akkor jól ide hallgassanak. Ne legyen a nevem borcsa, hanem igaz, amit most itt elmondok. Úgy adjon meg az Isten, mint a szuhai málmot, amiben kétszer csapott bele megkönnyel. Éjszaka volt. A torony óra már elütötte a 12-t. Ászom javába, mikor egyszer csak feljadok valami énekre, ami nem is ének, csak valami nyivalkas fél. Kiugrom az ajból szal pendébe. Na mit vigyorok kell? Most kinézek. Hát úgy süt a hold, mintha frissen gáncoltak volna. Jobban szétnézek. Hát a kollégium tetejének szélén sétál egy ág. Mészfehér az arca, kétfogas a kökönyege, tollas a kálpagja, kezében még valami citeraféle gitart markol. Nekiveti a halkat a kis toronnak, belekapaszkodik a holdvilágba, most csak úgy lóga az a lefele alba. Utána meg elkezdett énekelni, de hogy mit a jó ég tudja, valami diakon. Aztán meg beugrott egy padlásukba, amiben még egy macska se férne vele. Az eltűnt. Hát így volt, ilyen révesen. No és nem csak én laktam, hanem a strázsa is, a bajkosnyi, a pecsenyáros. A piacon másról se beszélnek. Az egyik azt mondja, hogy kísértett. A másikon verevanciás. Sokan meg, hogy valamiféle holdani. Akar mi is, de óvjon meg minket tőle az Isten, hogy valami tüzet, jeget, vagy dögvészhozra. Jó, na de én most már megyek, mert úgy kidobnak a szolgálatomból, hogy én is ott lelem magam a kollégium legtetején. A komédiához pedig jó mulatost kívánok. Let it end.
javasolni nézhessek rá? Úgy, szóval lenézlek. Na, akkor bát is felnézek rád oda az égbe. Hiszen csak azért ma aztán fel, hogy beúzassak én ide paradicsomba. Már meg is érkeztem. Most már te nézhetsz le érem az őzge szemeddel. Nézél csak nézél. Úgy csináltam ilyen bolond szerelmes diákon. Hát, hogy bolond vagy, azt látom, hogy szerelmes, azt remélem. Na, de azért nem bocsátom meg bolondságot. De drága. Drága lesz az ára, ha még látna. Hát láthatnád kékesebb remény melletted, kedvesen. Na, mint csak az lenne szép, ha kedvesen lennél. Ugye szép lenne? De azt nem egy csókot csinálsz nekem, pedig eljárok érte minden éjjel. Isten kísértés, amit csinál. Mégis állna azt, hogy milyen kis utalmat. Megkapod, ahogy illik. Megkapod, ahogy rendjé van. Rendjé van? De az ablaküveg egyik felét melengedted az ajkaddal, én pedig a másik felét cuppogtatom. Hát mit ér az Jencsó? Ér vagy nem ér, én mással nem szolgálhatok. Nem szeretsz, akkor ennyit sem nem adsz egy eleven csókot. Mit gondolod? Hát, biztosan így van. Szóval így van? Hát akkor mit keresik én? De ha itt keresed egy lászlét, akkor soha se találod. Jó, ég Ádám! Ádám! Ádám, Ádám, miért adtál engem? Ó, te ördög! Ó, te angyal! Hiszen nem sajnálnám én azt a csókot, ha megígérnéd, hogy felhagysz az éjjeli látogatásokkal. A szívemre megérted, Ádám. Micsoda nyaktörő utakon járkálsz? Hát azt most elgondolni sem merem, hogy mostanában hogyan jutsz ki. Apám meséltől strázsákat állítatott a kollégium körébe. Bizony, még a kis ujjam se tudna kikerülni, ha nem segíten jó barátom? A szögdösésben. No, majd jó pólul jártok. Mindenbe segítő, hogy kiverekedhessük a boldogságunkat. Ki az hát? A holdagyarló, a lunatikus. Te jóságos Isten, hát létezik mégis. És te ilyen lelködsz színbarátságot? Hát azt mondják, az poklos. Megront, elvarázsol! Csak azokat, akik rosszat tettek a tűzre. Engem igencsak szeret, mivel ő is szerelmes a holdvilágba, így a szerelmes egy barátja. Ember ő van lélek? Ahogy kedves otya, ilyen nagy a hatalma. Még talán apalat is észre téríti? Én úgy félek. Ne félj, kedves! Nem sokat tartom ez a bujkolás. Azt hiszed, neked nem esni jobban nyíltan járhatnék be hozzad? Engem nem éget a szégyen, amiért az apád egy csizmadia fiát még a lánya közelébe engedi. Na de se baj, egy hónap múlva kezdem el a diplom. Már mégis pályáztam a törkősi rektorral. Csendes kis falu, a Tokai hegyekülében. Őszön ott jártam, becsületes, egyenes derékú néplakja. Nagyon összebarátkoztunk. A papuk meghalt most, s ők nem kérnek újabb rektort, amíg én nem végzek. Engem barna. Minket? Elbiztulnak ám rólad is. De szép ezt ott élünk. Nagyon szép. Cserepes kis az a patak partja, virágos kert, gyümölcsös. Áha, kertve, szilva, mézes illatával. Ha vége lesz a nyárnak, nyárnak, recskék tova szállnak, szállnak, és velük szállunk, szállunk, addig meg nem állunk, állunk, míg meg nem találjuk, édes boldogságunk. Édes boldogság, túl a világ végén, egy kis falu szívén, lesz egy kicsi házunk, abban letanyázunk, egymásra találunk, vége meg idén. Veronika! Veronika! Adam, tűnj el! Adam, most olyan csókat megakadtam! Majd máskor! De most! De nincs, de! De most megkaptalak! Most meg azt mondom, hogy hát a persze az átkozott munkát. Ó, csak egy fél ulattam, mikor elvittek.
csak egy legyen zavar. Hát én zavarodtál, úgy meg, na simít! Na hát te kislányom! Kigyógyítlak én az álmodozásból méghozzá a legjobb medicinára. Hát ez mégiscsak Rigó! Tényleg már azt hittem, hogy valami szemtelen kakaska. Ne félj, lányom, nem várom meg én, amíg elveszi szeretet. Inkább bekötöm egy menyecske kendővel. Nem ürges van te, Rigó? Hát nem örülsz, hogy párját találtam egy kis madárnak? Jaj, remélj hozzá, milyen pár? Olyan, hogy kenyérre lehet kenni. Főztem is én olyan leállnéző ebédet, hogy megfogom vele az ifjúr ítéletnapjait. Nem hagyom annyiban.
még az egész világot is megverekedned. Ó, te bolond! Mit hősködsz? Hiszen tetszik a kisasszonynak, hallottad? A csillagokról tartsolodnak. Martán marasztottak is magunknak csillagot. No, de nem baj. Kibírom, de még utolra nem mondom magamét. Miért is hittem egyetlen szavahat is? Ádám, hát te visszajöttél? Még el sem mentem engedelmeddel. De mire jó az, hogy így játszol a beszédelemmel? Sok mindenre. Például arra, hogy meg tudjam hallod az igazságot. De miféle igazság? Azt az igazságot, amit velem műveltél. Na de Ádám! De ha ne tagadnod, tovább játszanod a rútkomédia. Köszönöm, nem kérek belőle. Csak annyit mondhatok, igazán tesztülő Pálesz Tóbiasi Veronika úrhölgyből, és nem igaz a mangosúból. Gratulálok! Nem igaz! Hazugság! Ki mondta ezt? Édes szülanyag dicsekett ezen szemtelen nővérednek. És én is hallottam. Mi? Azt, hogy én? Hogy engem? Férzed a kollégium közutalat ahhoz, és ma megkötik a válsat, és ha neked is tetszik, te is hagyd az utalnak. Gyűlölöm, utálom. Kétszer volt itt nálunk, de majd kiszaladtam a világba. Ádám, ments meg tőle. Hát akkor mégsem lettél hűtlen? Ó, miért is hittem anyának egyetlen szavat is? Hájjál, Józsefén! Nem megy elég attól a leántól? Nem elég, hogy éjszakánként őrizlek benneteket akár egy árkángyal. Örök halért a győrködik felettünk. Már fényes napra sincs tőletek egy nyugodt percet. Hájjál, már szerettem őrködtek volna a lánkoromban? Hanem már szeretném egyszer magam végre kiállulni. Márta, édes jó Mártuskám, hogy te nagyon szeretsz engem. De csak, ha nem rosszalkod. Akkor felelj őszintén. Igaz, hogy nem igazolhoz akarnak engem félhez adni. Igaznak igaz lelkem, de... Nehát! Nehát, hogy hozzá készülítsenek! Nehát, hogy én is holba találjak, mint te. Mint fecsek, mint én? Te kisza már, nem mondom, nekem is voltak álmaim. De hát, ha már így esett, ha csak összecsipeget az ember innen-onnan annyi boldogságot, amilyen fiatalsághoz kell, de én Ádámmal akarok boldog lenni, és ha igazán szeret, ha nem utastére vagy, úgyis segítsz nekünk. Én szívesen, de hát... Azt mondom, ön is volt fiatal. Tessék! Akartam mondani, ön is volt szerelmes. Hájjál, de hányszor, és mindig reménytelen. Akkor nem tagadhatja meg tőlünk a partfogalsat. Hát tudok én tőletek valamit is megtagadni. Tehát úgy tekintjük önt az Entón, mint első számú szövetségésünket a házmászanyom? Uram, szívemmel, lelkemmel, önöké vagyok. Édes jó Mártuska! Tehát ezennel megalkulták nyilvánítom titka szövetségünket. S ennek nevében felszólítjuk önt, hogy tűnjön el azonnal, mert apám és férje minden pillanatban itt lehetnek. Pódra, menj most kedves. Ketten egyenlet, nem ellenkezem. Ezután kapul is távozhat, Lálos úr. Köszönöm, hogy nagyon megszoktam a kerítést. Nyavig volna pedig bízzak rám, én már szót értek vele. Mártuska, hogy ez ilyen rendes fiú, s milyen bátor. S milyen jogi? Jó választottál, én mondom. Veronika, beszélni akarok veled. De hát magad. Mert te is, Márta, hallgass végig, hogyan fogadj egy tiszta lelkű, engedelmes lányszülei akaratát. Ő legyen nekem. Tudod, olyan dologról kell most beszélnem veled, amiről egyszer s mindenkor minden anya beszél a lányával. Jó tudod, hogy a leány lehát felnő, szemhivatás vár. Tudom, anyám, hitvesnek kell lennie is anyának. Megszerű. S te hogyan vélekedsz a férhez menésről? Hát, ilyen, te sokat gondolok rá. Na nézd a kis haszontalan. Na jó, jó, hát ezért nem kell úgy elpirulnod. Tudod, én is azt szeretném, ha minél hamarabb asszony legyen a kisasszonyból. Én is azt szeretném. Nagyszerű. Tudod már, ki szemeltük neked az életed párját? Én is. Nagyszerű. Mi? Ki a csugát szemeltél te ki magadnak? Dalos Ádám urat a kollégium eminens diákja. A kislányom, hát ez még tréfának is szörnyű. De valóságban nagyon szép. Sendáról a tiszgága kocsmázó, paragfattyúról egy lukacse
azzal, hogy egyik sem leányálok. De ez a nyáviga túltesz mindkettőjükön. Hát nem egy Adonis, de szelíd lelkű még a létnek sem áll. Csak minden diákot bemál. Az a hivatalán, hogy a rendre vigyázzon. De csak ahhoz van esze, hogy árulkodjon. De nem iszik és nem pártyázik. Hát mert senki sem le vele egy asztalhoz. Mindenki nagy jövőt jósol neki. Én akasztóval. Az asztrológia leendő professzora. A város futóval adja. Dúzsgazdag birtokos család utolsó sárja. Szegény család, inkább kihalt volna. De kislányom, nem ismerek rá, hogy valaki megbabonázol. Ám az elkedelmes lány. Csendben légy! Hogy lesz, ahogy mondtam, ha tetszik, hanem boldog át leszlek. Kezeiket csókolom. Hozta Isten, mi nálunk kedves nyaviga úr. Bocsánat, Anetan, rosszkor érkeztem volna. Ó, dehogy, a legjobbkor, éppen örüld is, kurátor. Lehetne szerencsém az igen tisztelt Tókiási és Harangi professzor urakhoz? Jaj, lelkem, addig most nincsenek itthon, de pillanatokon belül itthon lehetek. Úgyhogy addig talán foglaljon helyet itten a Lócar Veronika mellett, csak úgy, mint otthon a kastélypartjában a friss levegőn. Micsoda, kedvedek van kastélyán? Igen, és drága jó apuska annak. Aztán szereti a tyúklevest, kedves? Tyúkleves? Ha, csigával. Csigával? Mert bajba volt szana, ha szereti? Imádom. Istenben megboldogult mamacskam, mindig tyúklevessel várt, amikor hazamentem. Hát ennek nagyon örülök, hogy már így az első fogásra eltaláltam a szájait. Remélem, hogy a többivel is meg lesz elégedve. Na de ha megbocsát, mi most magukra hagynak itt Veronikát, hogy ahogy már nekünk háziasszonyoknak még van egy-két dolgunk a sütésnél, főzésnél. Igaz-e, Marta? Nekem ugyan nincsen. Hát akkor majd csinálunk! Szamaradtan a kisasszony? Amint látsz, egyáltalában nem. És mi eltetszett ma szórakozni? Zongoráztam. Kisasszony, zongorázni is? Persze. Ó, soha se tudnám megtanulni. Nekem is eleinte belefájdultak az ujjaim, de később belejöttem. Ha én akkor ott lehettem volna? Na, mi lett volna? Hát, meggyógyítottam volna. Igazán? Sikerült volna? Bár úgy sikerülne az én fájdalmamat meggyógyítani. Hát miért nem túráltatja magát, ha annyira ért az orvosláshoz? Hát, mert az csak a kisasszony tudna orvosolni. Na és miért fáj tulajdonképpen nyaviga úrnak? Jaj, ha én azt megmerném mondani. Itt van a fogát? Több annak. Nagy a hasa? Ó, ha csak a hasam fajna. Hát akkor nyögjél már ki, miért fáj. Beszéljünk inkább másról. Sokan jön még haza, professzor úr? Na, ez, kisasz. Idejét van a legújabb csillagászati felfedezése. A Jupiter bolygója. Igazán, nagyon érdekes. Komolyan érdekli? Ha kérem szépen, most már határozottan állíthatom, hogy a Jupiter bolygói egyforma távolságra vannak a Jupitertől. Pontosan egyforma pálma kerülnek körülötte, anélkül, hogy valaha is összeütköznének. Hát nem csodálatos? De. Csak állott dolga van, és nem hallgathatom tovább. Hát, ne menjen még kisasszony, hiszen én még mondani akartam valamit. Mit, uram? Ha tudnál, kedves lélek, önért én, mint piheg csílek, ha reám jobban ügyelne, bennem sok titkot felelne. Ezer kínom, ha meg látná, s ujját sebeim bebocsájtanám. Tudom, hozzám lágyabb lenne, szükségemről mindjárt bennem. Jaj, de nagy kín, a hevesség, még nagyobb a szemérmesség. Ezt hallgatna, nem azt volna, csak mindkettő vágyva volna. Égni kínos, szólni szégyen, legyen hát a feleség. Mértékben én? Nézd, nyaviga úr, nagyon megtisztelő az ajánlata, de őszinte leszek. Valahogy másféle félét képzeltem el magamnak. Másféle? Hát milyen? Túlságosan szólít, szerint.
csendes és józan ember. Én meg, hát mit tehetek ilyen a természetem? A Szilaj, Vakmerő, nagy hangú férfi akar kedvelem. Le, drága kisasszony, biztosítatom, hogy... Például, aki nekem udvaró, hát az bejöjjön be egyszerűen a kapun. Hát, mi abban az izgalmas? Mászol fel a padlásra? Onnan ereszkedjen le? Ugorjon át a kerítésen? Ha, na, maga, megszer ilyet értem. Minden kisasszony, önért minden. Bizonyítsuk a szerelmét, kedvem szerint, és akkor majd meglátjuk. Bebizonyítom. Istennel, hamarosan látni fog. Akkor sem viszem, ha látom. Mert nem látta valva az orránál. De a lóról mi csalúszagot érez? Ott már mindig ott szaglasz, ha nem kéne. Engedje meg őm, uram, hogy az én kacagjak. Én tőle? Cigan kereket is van. Valaki éjje! Almaba, félmaszon a halszetejére, honnan szólni kaj? Ez logice lehetetlen. De fizice lehetséges. Hitemre mondom logice, nem? Szavámra mondom fizice, igen. Ha én alszom, alszom és nem vagyok égen, akkor nem korzókzom. Ha ülök, nem hallok, ha hallok, nem hallok. Apello. A kegyelmedet tömlöttbe zárja, kegyelmed ott ül. De ugyanakkor hákar hallhat is. És közben az esze is járhat azon, hogy miért tették hűvösre. Siaba van ébren, ha nem jut semmire, és közben még lelkiösmerete alszik. Ehhez meg mit szól? Nekem ugyan beszélhet. Az engedi cirkuszal még szemteledi a huncutsalga. Ilyet huncutsalgó? Szóval minden betmenyakkal cekhetik. Ezekből mindenki teli. Lassan ma nem bírunk ebben a bérgezős háttal. Rájtem arra megtizedülni minőket, mint a szegelén katonakat. Mi se voltunk különbek diakarunkban. Ez lehet antropológiai, de nem logikai vagy etikai félfogás. Ha most saját magunk kerülni, mint dia, saját magunk kezelve, ha becsukatnak saját magunkat is kenyére és vízre. Ez fizikai képtelenség. De a logikai lehetőség, és megbukhat kolléga úr, én akkor is azt mondom, hogy dia kész. És azt is sejtem, hogy mire? A strausokat akarok megrémiszteni. De azok szétszaladjanak, és a dia urak szépen leereszkedjenek repelőkön, és ellepik a város utcait, mint egy. Azt kell neki, inni, dorbécolni. Döngette a haza kapuit, ellopták útolvasokat, megkerülhetne a vakfirókat, reggeli duhajkodni a csordokban. És szerint hallott átni az én ablakomnal. Nem kegyelmednek adja, hanem a lányának. Csak adja. Az Isten, hogy még egyszer merészkedjen ide az a gézenkúz dálos. Trifúcipé, arra nézem, a fényes lappal is. Na megállta Zsivon, leszik rá. Jaj. Házasom, ki vagy? Én volnék, kérem a házasztal. Isten hozott csókot. Ön az nyelviga úr. Én volnék, de tessék lányi, semmit rosszat nem akartam. Tudom, én azt jön, de hogy miért rosszat ilyen különcsöt az a látogatóshoz? Bejöhetik volna kapun is. Kapun, hát mi abban az izgalmas? Tessék? Egy fiatalemből kérem tiszteltem legyen. Nagyhangú, Szilaj és Vakmerő. Alszom fel a padlásra, ugorjon át a kerítésen. De hogy mi? De ezzel kerülök egy rokonságba. Ugye bár így van kisasszony? Ha te is itt vagy kisasszony. Hát, van akinek tetszik az ilyesmi, de én őszinte leszek. Jobban szeretem a szolíd, szelíd és józan embereket. Hogyan? Hát akkor nem is találhatnom most, akit jobban szeretném elvilagodnom. Ugye mit, fiam? Felejtsük el az egészet, ne is beszéljünk róla. Professzor úrnak könnyebb, elfeled? Igen, se szóljon róla senkinek. Nem is, csak nem hagyom, hogy kegyelmedem nem esen egész Debrecen. Ha már egyszer a sógorom lesz az elszénye jó volt alvó. Kolléga úr! Mi? Talán Damian nyaviga, azt hiszi? A Dalia salakjai, gyönyörű ábrázatáért kerül be a családba. Ahogy előtt ilyet. Ó, atyám, jól tudom én, hogy mióta világ a világ. Minden tisztességes úriháznál a szülők választják ki gyermekük jövendőbenét. Na és persze mindig azt, akinek legtöbb van a zsebében. Ó, én ezért csak hálával tartozhatom. Ezért van, az én lányom. Tudja mi az élet? Mózes! Csak hogy végre megjöttetek. Ne haragudj, lelkém, de... Máj szintzétek emelt az arcod az unatikus históriá miatt. Valósan most kordolhatóan utalmat abból az arcod, amit is tudta abból, amit bőmről akkor az utcon.
Ipám uram alig győzte vinni az írhajat a feldőlődnégség előtt. Hát ti is a lunatikusról vitáztatok? Akkor csak az előbb mi? Hogy? Bölcs halam, ne hagyd el! Hadd már itt, ha is hagyd a körpatva a fölötté! Már itt is kitört a lunatikus háború. Jaj, nincs itt semmiféle háború, csak éppenséggel egyikünk hiszi, hogy van, a másikunk meg nem. Akar csak mi, én hiszem, ő nem. Bizony mi? De én igen. Hogy hogy? Borcsa is láttam, egy fájkos lény is lát. Máma már megint kezd. Csend! Itt van a haza a békesség ügyen. Jó, akkor csak azt mondd meg, hogy mi igaz a dologból. Semmi, szélom is van. Az orvostudomány is elismeri, a beteg a lélek, alvajára a test. A fizika is már bizonyította, hogy a holdvonzalsa... Kézajásod, mint szavásod. Asszony, hogy merészed? Mózes! Ne légy hitetlen! Elég vagyok! Jó, vigyük hát a dolgot bíró elé. Rendben van, de ki legyen a bíró? Én nem, igen, urat ajánlom. Engem? Helyes, magam is rá gondoltam. Legyen hat, de kérem én... Nincs kifogás, foglaljon helyet bíróról és tegyen igazságot. No, fiam, felhívj azt, hogy félre, mit tud róla? Kérem a lassan, izé. A mizé. Elmondhatom, ha éppen muszáj van. Nem szívesen beszélek róla. De hát tud róla. Szilenció! Beszélj, amíg ahol. Hát az elmúlt éjszaka Fedellus fölköl és azt mondja. A lunatikus éppen most van a padlason, hogy a szellőztető nyilasson, az kimasszon a tetőre. És mit mondott ön el? Azt mondta, hogy én micsoda ronda nagy pókmaszk itt a professzor úr Galéria. Adjon békét az úr az én pókomnak. Inkább azt mondja, hogy mit mondott. Azt mondtam, hogy az abszurdum. Ha úgy van. Azonban? Mégis kimentem az udvarra, és látom a holt fényes világlanat, hogy egy emberi alak járva az épület tetején. Na mit mondta? Csendet kérek. Mondom, azonban ez bizonyosan valamelyik dia, aki így akar kiszökni a kollégunk, amivel hogy a kapuk zárva van. Világos. Ezt azonban melyik sem merek bizonyossággal állítani, mert tudomásom van arról, hogy vannak szerencsétlen beteg emberek, akikre holt különös hatással van. Nem azt szólt igazat, Nyaviga úr? Mert te neked Tóviási. Nyaviga, és miért nem tartott azonnal biztonszót a hallószobában? Hát azért kérem alassan, mert meg akartam róla győződni, hogy csak ugyan holdasi az odafent, avagy szökevi. És evégből két kísérőt is vettem magam mellett. Egy dardast és egy másikat lámpas. A lámpas elő, a dardast mellettem, és így mentünk fel a padlásra. Na most mindjárt megtudjuk, hogy mi volt. Ne szóljon folyton közben, kolléga úr. Hát, amint a padlás ablakhoz érünk, a dardas elordítja magad mellettem, hogy ahogy a lunatikus. A lámpas ő megijed, megfordul, engem feltaszít, a lámpát összetöri, és mind a ketten hegyin hátán rohanunk le a garázson. És aztán mi történt? Az egyik a homlokát is betörte, a másik a fogát ütötte ki. A dolog így történt, kérem a lassan. Na de ilyet? Most pedig arra felelően tudom minden nyelvével, hogy miért nem tett az esetről jelentést? Hát, voltak éppen, tulajdonképpen, és különösképpen azért nem, mert bizony reggel elővettem a két kísérőt, mind a ketten uniszonon azt tanította, hogy ő egész éjjel aludta, az ajtó ki sem kellett, és hogy én az egész történetet csak aludtam. Hát, amíg a fogad kiütötte? Azt mondta, hogy csigó foga volt és magától esett. Hát, amíg a homlokod betörte? Azt mondta, hogy saját maga harapta meg. Ember homlokulé! A saját homlokod! Én is azonnal kétségbe mondtam ember állítása, mivel hogy azt a saját szajával el nem érhette. Erre azon azt mondta, hogy szép rajta és úgy harapta meg. Nyaviga úr kedves! Nem nézi meg a hatrosszul, ráfe egy kicsit nekünk! Nem is tudom, kérem. Hallgassa, Veronika, felkesítjük az Amiga urat. Miért egy borogatott a fejére? Jaj, Amiga úr! Mihez egy maga?
ahol minden éjjel megugassa. Rögtön megpukkadok, ha addig elhiszitek, amit ez a féletű vacsok össze-vissza. Hát nem hazudtam én kérem soha életemben. Soha? Hát, egyszer egy legénynek, de nagyon megbántam. Azt mondtam neki, hogy ő nekem az első. És nem hittem én? Hát, nem. Hanem az, hogy nyaliga ugyanaz a kollégium tetején, olyan igaz, mint hogy egy Isten van az égben. Képzelődtél. Hisz a két szememmel láttam. De most megfogtál. Délelőtt meg azt mondtad, hogy csak a fél szemeddel láttál. Hát, azt csak azért mondtam, mert nem tudtam, mit tetszenek akár, hogy mondjak. Más kinnék, de cselédek szégyene, más! Jól van, Borcsán. És azt mondjuk, hogy te gondolatát is fogjál. Asszony, jól hazam, elmegyünk. Mi a fene? Hová jó csodalba mennétek ének évadjan? Éjjel nem éjjel mennünk kell. Így apjamra? Így a apamra. Ne megértitek egymást egyszerre. Mi valami bűnös útra készültök. Mibes antikátok? Mi papajatok itten? Hozottuk a köpenyünket, sapkánkat és a kalapot. Puskát is. Jesztus Mária, ha mit akartok ezzel a fringiával? Édes uram, talán valamit jókra indulna fadászti? Inkább kakásra, te édes feleség. Utoljára kukorékon az avasztetünk ma éjjel, tudom Isten. Mi lesz ma? Meddig valamunk mi? Hát mégis igaz, amit a Borcsa mond. Hát akkor oda Kasti, oda Lagzi. Mit csinálják? Valahogy értesítenünk kellene, nehogy kiszökjön az éjjel, míg őt nézik lunátikusnak. Most mit csinálják? Mit tényfejtek itten? Hozzatok, amit parancsoltam. Pontos életem, Pali, hallgass rá! Ne hagyjantok el fészketeket, én olyan rosszat érzek. Én is. Hát még én. Balázsok, kötelesünk bemutatni a forrongóval. Apácskám, sógorkám, csak nem hagynak minket, gyenge nőket itt egyedül a veszedelemben. Hát mi lesz a rám tőlem, amíg a rázadiákkal? Tisztességünkre. Sorunkra. A boros pincénkre. Nem megértitek egymást egyszerre. De most van Sipic. Ide a honvit. Nem adnak a hét. Hát, ami azt illetik, én sem voltam ennek a kakasvadászatnak sok értelmét, de használom sem. Hogy hogy? Ha miért? Értelmét azért nem, mert én bizonyosan tudom ki a lunatikus. A fizika professzora, se egy fecsőbis, se építi teóriáját. Használt még azért nem, mert ha kiderül, hogy a bőlegény álmajorok, nem adhatja hozzá a leanyal. Szerintem azt hisz akar az egész város azt lesni, mikor mászik ki az ifjú férje háztetőre. Akkor is majd születnek, nem menő jön. De csak azért is megyek, hát ne lessem ki magam úgy Isten igazolgó. Na majd megrosszuk ki nevet utoljára. A lunatikus csalógász fickó. Nyelvival úgy becsületes fickó. Ergó nyelvival nem lehet a lunatikus. Ez logica lehetetlen. Fizice lehetséges. De logica nem. Fizice igen. Mózes. Életem párja, hallgass rá. Ézsajásom, uram, parancsolj. Tudod felhív a képet? Mit tényfélek itt össze-vissza? Gyorsan ide a köpenyeget. Kolléga úr, ide kézzel, a láttanciba készülünk. Csak vőlegény nézőbe. Na, most pedig gyermekeim, halljátok el én. Soha sem lehet tudni. Ugye, ha te is valamit érzel? Ó, de meg azt mondom, mi lesz veled? Kolléga, nem kéne mégis? Gyalvá, pipotyá, előre. Bátran megyünk még ki az éjbe, a feldúlt város véleménybe. Beszélhetünk mi ezek? Csak mennek a vágvilágba, lárvát csapni, meg rimilliót csinálni. Mintha nem lenne mindegy bárki is az a holdán járó, hát azért még igazán lehet rendes ember. De ilyenek a férfiak mind tökkel ütöttek. Na jó, én már elfáradtam, gyerünk lefeküdni. Mi még maradnánk kirekünk egy kicsit Mártával. Bánom is, én levettem a kezem rólatok. Álló, vás, Borcsá! Jó éjszakát, anyácskám! Valahogy értesítenünk kellene. Még aztán kiszökik az ilyen, sőt nézik lunátikusnak. Merre felé a bajta? Olyan az esze, mint a beretva. Ugye te is azt mondod, hogy a legkülönbb a diákok közt.
kegyelmem, hogy az ő keze vált bele a romantikus históriában. Megsúgom neked, én nem hiszem, hogy amíg a hold kóros? Én sem. Na, de hát higgyék minél többen, az csak nekünk jó. Borcsa már az egész piacot bebarangolt a felfedezésével. Ádám, tudja ki a romantikus, beszélt róla. Mi? Azt, hogy a barátja segítőtársa. Úgy. Jó sejtettem. Szóval Bőkelme barátja saját magának. Csak nem gondolod, hogy... De éppen azt gondolom, hogy ő maga a lunatikus. Na, az nem lehet. Hát igazából nem is. Csak komédiából. Azért, hogy kiusol ő is, van meg a többiek is. Amíg a tetőmaszkás a nép bámul, a többi diák a bejes trázsák háta mögött szépen elillan. Világos, így van köztet. Jaj, de ha ez így van, akkor az még borzasztó. Apám mindenre képes, az a puska. Nem ér egy babát, Kárcse. Kiszedtem a golyók is belőle, s teleköltem kenyérbéllel. Ó, te angyal! Ó, te szerelmes csirke! A lovagodat lefésd, kivágjál magát a fokorból is. Most is valami nagy kópésakban törheti a fejét, mert este felé karonfogva láttam sétálni Javigával. Hát az a búcsúzott, hogy ő már szót ért vele. Hűha, ebből lesz aztán a móka, hanem most már menjünk, feküdjünk le mi is, mert még ide vetődik egy csapat legény udvarról, és akkor még a jó hírünknek. Mert a szerelem híves jött velem, megbesült tőle, meddig a víz. A szerelem mindennel felírt. De nem jöttem. Az a tej, de mit kocsog azért, csak jobb!
Egészségére! Hogy te milyen okos ember vagy, Fajtok? A karkja, zapolt eszed az van? Halál messzi időtig töltöttem. Vigyal csak, ami beléd fél. Drága kincsem, kalambocskám, csikóbőrös kulacsocskám. Érted halok, érted élek, száz leány év nem cserélek. Megvidító korcát a csikádát, csúkra termet kerek szállat. Álszámot szoríthatom, ányokét nem csúfogátom. Együtt be sokszor feküdtünk, társaha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint nem, együtt hallunk, ugye kincsem. Ó, a szívünk szerelmének, kis zárói születnének, ott ülnének hosszú sorban, a kuckóban, tele borral. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Nem burez pajtok, s hanem mennyei válzsam, soha nem gorgyolt bevenni fénység is ebben. A talántosabbat? Minden álló este, amikor Dima fújhatod a kalsa úgy, suttyomba, altomba. Élek a szép leányú! A te szép az, hogy kutya? Igazad van, élek a kutya! Én komolyan megmondom neked őszintén, mint egyetlen cimborámnak, hogy nem adnék egy szép asszonyért egy tucat szép lányt. No, csak lassan festett a szingámbom. Csinos lány, okos lány, nagyon verni való, aki egy rossz szót is szóra, de azért csak lány. Na de milyen lány? Akkor a többi. Nyávka, kényes, nyelves, és a szerelmes, ingerkedés, veszedelmes. Még az az ölelésbe semmi hatás, olyan minden kisinás, aki még soha nem fogott a kezét beszél számon. Bezzik a szép asszony, hé barátom, az ma ér. Az ma a mester a szerelemben. De még aztán csendes, nyájas, adakozó, kedves. Viszont neked magyarázzam, neked, aki utal úgy rázzak a menyeskéknél, legyek a tejfeles töcsökre. Ha, nem tudom, ének a legyecské, a menyecské. Ki volt képere, Marta? Úgy van. Tessék, mit fecsiksz te? Hova? Csak nem játszod még nekem itt a maszkoltad várán, hogy ki legyek át a legész este kocsmában? Nem, Veronika. Nem, a professzor ő nagy csalgara. Attól van, nem emlékszem? Dehogy is nem. Na, zeget is himbalja. Hiszen nem is nagy vintus egy dalat megszerezni, mert az örülnek, ha viszi az ember. De egy asszony, aki két akadta az alnak. Az már régen, az már valóságos hősted. Szívem szerint beszélsz én. Hős akarok lenni. Mint Páris, aki kárda vágatta, minden azt az ő helyén alja. Igazad van. Bár is leszek, ő lesz az én jeleni nap. És azt is megsúgom neked, a nagycsíkos asszony nem boldog a professzorral. De belé viszont halálosan szerelmes. Na, onnan tudom. Neki megsúgta, én szó se szóltam. Hiszen triumf alatt lehet. De a búsú szegényke, hogy te nem akarod őt szeretni. Micsoda? Mit mondtál? Nagyon csapta. A fára mozogta. Mert tudom az, hogy igenis őt szeretem. Csak őt, amióta csillag van az égen. Ott már a legjobb barátom is töltött a szívemben. Verikova, hiszen csak azért gondoltam így, mert eddig elmulasztottad a szerelmedet, nem hallottad be neki. Gondolt, hogy... Hát, eddig elmulasztottad, kipótolhatod most. Igazad van. Előtted vallom meg neki, hogy imádom. És hogy elhiszem felségül. De mi lesz szegény Veronikával? Hiszen azért töltünk, hogy őt raboljuk el. Ne kidadunk, én a tiéd. Hát mit kezdek én tipiskével? Kélek, könyörgök, hát szabadíts meg tőle. Hát jól van, hogy lásd neki, milyen szeret a barátság, még ezt is megteszem neked. Voltak cukor. Jó, akkor lássunk munkával. Na, jó is, mit mondjak neki? Hát, hogy szereted őt és elveszed feleségét?
És az urával mit csinál? Megölöd! Az jó lesz! De ha nem akar velem gyűnni? Akkor elrabuljuk, visszük erőszakra! Felgyújtjuk az egész várost! Ez az! Ezzel belejönni! De hé-hó! Megállj! Ez a látszerű tolaskok kalapról meg köpényegről rád ismernek! Akkor jöltözni! Na, jó, de miben? Erre is gondoltam, és szereztem a játékszínű gyönyörű jelmezt. Hát kezdve a gyorsan! Kalasszál! Kalasszál! De aztán szépeket mondjam neki! Na, bízd rám! Elő, kér, aztán könyörög, követelőd, fenyegetőd, én majd itt leszem közelben! Itt akarsz adni? Hát, nem akarom az ifjasszony estelkedjön! De segíteni fogsz! Vagy jön, vagy visszük! De láttál magad! Valódi Párizs lett belőle! És most hajd az ágy felém, és egy szerelmes dallal csalogassad ki a helén alatt! Elnézze a kulacsomat is! Jó, ilyen tűzbe jöjjél! Langolok is bajta! Hát akkor kezdődjék a játék! Soha sem itt szívból. Hát, írasszonyám,
éjszakát, orrvár! Ádám, édes Ádám! Azt mondták, csalm a szaját! A miért? Csak úgy itt vaste még ébre. Jaj, hát nem tudok én pedig leédesre elaludni. Pedig csak azért jöttünk, mert itthon most felejtettük a messzről autónkat. A messzről autója az kollégok, és nem felejtettük, hanem kérem, kérem, ha itthon felejtettem. Hát nem baj, azt hozom rögvest. Nem baj. Ez előbb valig akar telekedni. Most meg azt mondja, hogy hozom rögvest. Furcsa. Kolléga úr egyszer a fejét is itthon felejti. Kárt csak engedni, hogy ezt készítessé. Különben sem vagyok rosszul a kolléga úrra. Akkor csak van rosszul egyedül a lunatikusra. Én megyek és lefekszem. Találok én az asszony mellett jobb szórakozást is. Ezt itt hagyom, ha nem csinál a mausi. Jól van. Még futam a rit. Persze észre, nem terem a vér a szalmára. Zoltkozott közvét. Legszívesebben én is akkor feküdnék az én zsófika a mellé. Én való adni, mert imahol is nyitva. A kapu is. Ó, ez alkozott kapu, hogy azt mondnék, hogy csak ugyan mesélt a lényar, amit tolvágy. Or az én hízott gunalrom. Jaj, most már délkám is nyirálni. De jól lenne el a cumbítani. Úgy látszik, ma halucinálok. Legjobb lesz, ha lefekszem. Itt a messzel adtod, Mózes, egy kicsit neheten találtam. Köszönöm, elkérdem, ha nem kell. Nem kell, ha miért nem kell? Mert itt van már. És főm, uram? Itt hát ott faképnél ma látszik. Hát akkor menj egyedül. Persze, hogy valaki felbe kólincson. De hiszen két puskád is van, és az utcán van a fél város. Meghűltöm magam. Ebben a forró éjszakában? Ahhozan van, elnézőről magam, én lefekszem. Én bennem pedig győzött az asszonyi kíváncsisan. Tudni szeretném, hogy még az a dologból. Elég különös, az alig akartam elengedni. De én nem hittem azon tovább. Ahhozan van, alatt vagyok, lefekszem. Punktum. Hű, még csak ezt kellett nekem. Ha lármatni kezd ez a boldogtalan és az emberem megy hajá, hát itt nem maradhat, ha lesz, ami lesz, kiteszem a kutcára. Legfeljebb, ha... A kulcs nincs a zárban. Ezzel ki? Elefteném én, de a professzor elhitte a kulcsot. Az akkor én, hogy megyek innen? Tudja mit? Üljön rá a tojókosára, azt aludjon. Ablaki dolog, ég, 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 ég,
Tényleg mi van jön? Már elmégyek az örömmel. Már elmégyek az örömmel. Paradicsomnak kertébe. Paradicsomnak kertébe. Lelkemnek üdvösségébe. Lelkemnek üdvösségébe. Jaj, ez most én van. Ki van meg Jánzsekó meg a Viktor? Rendes télekkel viselt fiam a fajdalmat. Látod, itt lesen mennyit tapultak. Miért racsolta még valam a kopdorsot? És hogy milyen jó, hogy kézni volt? Ilyen az élet. Most csinálhat magamnak újat. Pedig azóta, hogy felment az arra. Nem hiszem, hogy meghalt. Hiszen máskor is meg itt már órákig ezt rágyottam. Ha megijedt valami, tőlem. Hallgáljon, nagyasszom! Igen, kagyam, és sok neki jó napra. Nem is engedem elszövetni. Ha csak engem is vele nem tehetnek. Úgy volt meg, kedvesem. Ezzel már ebben nem segíthet. De nem halt meg! Nem értem! Nem halt meg! A testi nem, a lelki nem, de a testi annak mindig is módja szerint. A kirúgus is megalakította. Itt azt sem ránézve. Gyermekem, ha valaki a kirúgus ránéz, az meg nem szólal. Annak ma lehet harangozni. De nem halt meg! Menjétek be és pihenjetek le. Mi is azt tesszük. Ki tudja, mit hozunk még ez a veszett éjszaka. Pihentés életünk volna. Hát,
Hallják meg, ha nem a pénzemre vadászik. Merre lehet? Hóra kanta? Na meg ez is. Ki az? Mit keresni itt? Valahol eladtam a halósikkalmat. Kolléga úr egyszer a fejét is a polcon felejti. Úgy! És mit keresgélt itt, ha még nem sérte? Elműködöm. Életről, halálról. S arról? Hova adukhatta a szegény megboldogult a pénzecskét, nem de? Maga talán sejti? Kereste a falnalban? Kerestem, jól. A tükörhatalban? Ott sincs. Kajra fölött a kémény után. Látod, ott is egy ideig, de nincs ott. A karosszéktalmajában? Ott is ült helyét találtak. Na akkor megmondom, hol van. Bármit kérnek a kitalálra. Tartja azokat a virágokat? Ezeknek a cserepeiben van belenyomkodva. Meglestél, te gézenbusz! Mindössze csak ennyi. Mit mondod? Én? Nem szoktam egy szót sem. Különös. Tudod, megint halucinálok. Vicc a mai kis szíverősítőhöz. Megboldogult ugalma arra. Na, de csak is az ő nyugalma arra. De jó cúgatok van. De aztán az ígéretéről ne feledkezzen el meg. Én? Nem emlékszem, hogy bármit is ígértem volna. Úgy! De mit is kívánhatnád, éjséges kis nyomorú? Hadd a tégból. Hát, csak ezt a Bibliát, amelyet hogy szívesen forgatott a kezében. Biblia? Imádkozni akarok belőle lelki üdvéért. Ez megbolondult. Hát, ha csak az a kívánsága, ott van a megbolondult helyen, oda tettem, hogy legyen neki kézni. De legfeljebb majd beírja az orvos könyvembe. Vegye csak ki, apám, uram. Mert itt nem merik jönni. Ha ma most... Melyik te merni? Az ajándékot kézből kézbe adjak, és nem szokasz csak úgy elvenni. Nem is tudtam, hogy ennyire ragaszkodik a formas alvókhoz. Oda ne áll! Tessék, imádkozom, csak én nem zavarom valamit a talba. Kukkadj meg! Tessék, nem szóltam egy szót sem. Különc. Én mit tette? No, kedves anyósom, igazán megérdemelsz egy szép imádságot ezért a Bibliáért? Hiába, okos asszony volt a világ életedben. Tudtad, hogy az égi üdvösség, a földi boldogság jó megférnek egymással. Napja Isten haragjának, véget veti a világnak, lősz a profétáknak, a szíttel rettegéssel, lesz a bíró elgyűltével, s megkezdődik a számvétel. Egy, kettő, három, négy. A trombita szó egyszerre, lehet minden sír fenékre, s kit-kiti ítélő székre. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ez kitesz összesen 1500 aranyat. Megvertem a szőlőt, amit kinéztem magamnak. Megáll, mert sír helyett a temető arkában.
az írott könyv megnyitati, kiben minden foglaltati, s valamint megbíraltati. Ti gazvickók, ezt mind a hárman megkeserülitek! Nem esett baja semmi? Nem fogja ezt a cizmet
maga is tűzből. Nem égetettem téged is. De hadd nem, kisasszonyka. Minden múlcik a magparaszt. No, de ne féljen, nem veszem el a kisasszonytól. Tudom, mi az jó, nem bezzék, ha valaki más élene, hűdelt szolgat. Szégyen magad, bocsa! Nem ér, kisasszonyka. Minden élet kell jedelme, sikerüljem a szerelme, és csak én legyek ide. Hát a szépen és a fokében nem különböztetnében. Meg elfelejtettem, ahogy ott tartok a lakat, odajön hozzám a szemtél, és ezt a trapézgalt nyomja a kezem, hogy adjam a kisasszonyt. Készüljünk fel az utolsó csatára, velünk barátunk a hordájáró, aki pontban 2 órakor. Földiekkel játszó égét türemény, istenségnek látszó csak a mag remény, csak maradj magadnak, biztatóval áll, hittem szép szabadnak, mégis megcsalál. Mégis megcsalál. Szakkörök, most ne hagyd, de maradt is van. Üdvözlék, szerelmes a kis tápolója. Bocsa, vedd fel a szegény házat. Ébredjenek, ébredjenek, a csodát akarnak látni. Itt a hordajjal, itt a hordankon. Én meg fúlok anyámnak, készüljön a feltámadás. Ébredjenek. A bocsa, megint a bomba a dolat, az előtt Istenem, mert mondom, hogy semmit sem mondja, oda nézek. Hiszen a talonatikus bakfahúra. Azt hiszem, amit akarok. Tétessék, hogy kiabban, ami lett a lesni. Ha lesni, körünk a nyakat, fásító alatt fújjon. Hallgassunk, szólni készülünk, ha énekel. Egyszer volt valahol egy gond, szép volt, jó volt, mégis meghont. Annak egy bibliája volt, amely bankokkal terve volt. Ahordnak egy feje is volt, kinek nagy volt roha volt. Kinek fúcik fel? Kinek tolnik a valami? Csak nem rólam. Tehát valamit megszagolt, végre a Bibliát egében szólt. Napannak a könyv már úgy se kell, elvigyem emlékül, ugye el, magának így veled. Kanisztotta, Matte, hogy tudta ez ezt meg? Alig ahogy így jól. Vajon mit érett? Nem érett ma semmit. Kedves uram, bátyám, meg ne haragudjon. Azért, amit mondok, engem meg ne szóljon. Mert én megbántani rendet nem akarom. De ami igazság, azt is én kimondom. Jó uram, bátyámnak van egy szép beánya. Azt egy alamuszi őlegének szárnya. Trikóci fél, ez nekem szó. De még magát utcán hordja a kánya, otthon kutyára bízva marad a hája. Csígy meg a kalnát! Kedves uram bátya, ott is azt kíceli, hogy egy alamuszi lánya iránt is szerelmmel vagyon teli. Pedig elhúnt asszonyáért is a hideg lelke. Az igaz, hogy a fricsúr az ég kopot nyelte. Igen, szégyen! Kedves uram bátyám, amíg elkóricáz, sokkal jobban tenné, hogyha otthon vigyáz. Mert amíg gazda nélkül marad így ott a ház, a nagy kerítése attól baj bevász. Attól baj bevász. Mert én hozzam, hát igény ők is. Traka, professzor úr! Nem azt így fel a magas fará. Na, szöpni kicsit, ne félj utóbb még le! Te de jobb végig a siktát, te hozzá, köpenyegőben csapkolgatnak a puskomat! Kicsapak, az akkor most milyen is vagy? Itt van a felegedet a halálba! De hiszen ezzel magába se fogok menni! Maradjon csak, a felbomlok én vagy magam is! Ne engedlek el, varázsol! Hát rendjünk el! Pontosan! Mit rámszigatok itt össze-vissza? Ez
Be van a kahámbi. Itt a végóra. Mi lesz ebből? Jó veled, barátomokról. De Karol ragadott valakit hozzá. Gyere csak, gyere! Mit ólok, Grózsi, az én halom elég? Ha nem szállnak a professzor kapcsolatot megállom? Szabadám, szabadám az itt a kép is. 3677 hozzám még Debrecenben. Vég volt az én halom előtt alkalmi. Tiszteltemetek adtam ten a professzor úréknak. Igen, de? A professzor is égtől indult, amit csak nappal szokott tenni. Így csak joggal gondolhattam, hogy nappal van. Na, te is filozofikus vagy, hogy ennek idején az utcán szóra kóricolsz? Professzor úr isat? Vomolj még, én nem vagyok az. Most azt hallottál-e, hogy mit énekel tanulni? Ebből nyilván szekundát kapok, mert nem tudom belőle semmit. Hát ezt a köpenyeget, a kalapot, ismered-e? Nekem úgy érni, hogy mind a kalap, mind a köpenyeg, nyaviga úré. Elmegy velé. Nyugodalma só éjszaka. Jó, addig innen elvennék, amíg meg nem fogadod, és többé nem vettél a lányom be a szívedet. Ennyi már, no. A professzor Bacival Galéronnal foglalkoztam kikergek, majd visszarán, és még ki sem mehetnék. Addig innen ellenmész, még végében ünnepéssel én nem mondasz Veronikáról. Hát akkor kívánok a professzornak nyugodalmas jó éjszakat. Én már lefekszem valahol, reggel pedig megüzenem a kollégium, hogy hozzak ide az ebédemet. Szívesen itt valakinek a hítélet napig is. Ember, homokul! Hát még annyira viszi, hogy káromkodni fog. Csak előttünk ne, édesapám. Jó van, hát na. Mondjatok mi nekem, hogy kihet a köpegyenőnek a kalap. Hát a nyamigá úré. Akkor bizonyosan állott a többi valaki. Az a valaki úgy látszik édesapámhoz, hiszen magánál volt mind a kettő. Talán. Még kompundolj még engem jobban össze. Így is felépált elfelé van a nagyámmal a világ. Professzor úr, de miért elakszik romolni ilyen nagyon? Ha te tudni akarod, pro primo azért már iszol. Szomjazom. De sokat iszol. A sokat szomjazom. De bort iszol. Bort szomjazom. Elég. Pro secondo, azért már éjjel kész kiolsa a kollégiumból udvarlassa. Ha nem tudok aludni. Pro tercio, azért már tárta picsúros ruhába jól, ki most is. A dolgot nem viseled. Megbecsülöm, hogy el ne szakadjon. Pro quarto, azért mert pipázom. Csak fogfalasan rendeszem, az orvos narkotikumot rendel. És pro quinte, azért mert nagyon utoljasz. Csak egy utoljárok. És pro sexto, azért mert szegényöldött vagy. Én pedig nem adom a lányomat, kórus tarisztalmoz. Én vagyomba került a neveltetését, öreg napjainkra, özvegysoromra, és pillését érőjön belőle vissza. Ugyan ezeket a hibákat nem vesz észre a szépséges nyánkában? A teljesen magasan, de nem hiszik, hogy gorgyok sem. Még egy vedélyből is hagy egy cseppet. Az nem lehet ki a kollégiumból udvarlassan. Csak havasít ér éjszakára. És nem tesem pedig más leanyára. Csak a más felesége bajára. Jön a csoda. Na vártok-e még többen, akik ellenőtt a lóbiztonságot tesztik? Tesznek ki! Tesznek ki! Úgy látszik, hogy többen is leszünk. Mi az? Ki van? Gyere ki! Gyere! A kulcs ott lesz magánál valahol. Jaj, igen. Gyere ki! Gyere, csak gyere! És hát, lapsam, ki van? Az a dolgája. És a Domini volt, ki volt? Csak egy keveset, kérem alasan, csak egy keveset. Hogy került a Romina a libahóba? Nem tudom, kérem alasan, csak úgy betévedtem. Hát azt tudja, hogy most hol van az úr? Azt sem tudom, kérem alasan. Ismer az úr lány? Nem ismer. Ismerjél rám, nyarikom? Hát én vagyok a Tóbiasi professzor. Elmérik az ön a Várangi professzor. Úgy. Magukat a professzoreket megakarunk hívkolni, a feleséget még elrabolni. Ez az ember megtébolyodott. Á, csak megrészegedett. Az ilyen dolgok mindenkinek ad kell esni egyszer. Én is voltak, vagy mit is beszélek, lehettem volna. Ahogy édes, ahogy rám. Én valaki biztosan léptak. És ilyen embernek akarja adni Veronikát. De attól még lehet jó fél. Fogadjunk, hogy nem lesz. De az lesz. Nem lesz, ha mondom. Csendben én meg ezt rá kell.
Nem veszem, hogy én pedig apellolok. Te apellolsz? Ha kinek apellolsz? Te hova apellolsz? Én vagyok itt a bíró pap, hóhét egyszerébe. Elítélre, felakasztva. Csak nem engem, professzor úr. Nem téged. Ha kiszabadít meg téged, ki parancsol még ebbe a halatba? Alkotónak, izsoknak, jalkodnak, Isten. Megy meg, uram, minket! Emberek halandók, hidár küllel vigyeljétek szavat. Veronikát nem adhatjátok másnak, mint Dalmos Ádámnak, mert különben viszem őt magammal az örök sötétségbe, megértettétek? Na, hozzék. Most pedig hozzátok, Harangi Ézsaja. Jaj, neki! Nem érzeli valami nyomasztót a lelkiismeretet tájékán? De, itt a gyomrom talja. Akkor vissza a Bibliámat, de úgy, ahogy elvetted, különben árvát kakaszóra, üstökön ragadlak! Adom, adom, hozni adnom, nincsen híja. Kolléga, ott így jól. Most pedig te következel, Mózes. Te mit érzel? Hasogat a gyúkszemű lelkét. Akkor ide az aranyapkához. Mire akarsz megirudom a lelkét? Gyorsan! Adom, adom. De gondolom, hogy pavarat visszaadhatnom belőle. Szentbeli! Most pedig te következel, nyaviga! Ne bánts, hiszen én a síron túlon is szeretlek. Ha nem érzed a csókomat, a szarzon fett csak felén. Úgy nézzetek rá a földi haladók erre a hipokritára, hogy adósságon kívül semmilyen nincsen. A ti pénzetekből akárta a szénáját rendbe szeretni. Ez igaz? Nem igaz, ezt nyalazat megszoglom. Ha alakártok, tégyen észre. Majd én észhez szénítem. De igaz szerelmem, hagyjuk itt ezt a gonosz világot. Ki az anyag, nem takarodsz inni? Akkor gyere, kis tímpa. Most már elég volt, hogy tűnjön már, és tűnjön az a barát. Hát akkor minden rendben is volna. Borcsa te! Drága jó nagyasszony, én igazán csak két kráccal szoktam eltenni kosarpénzt. Szóval neked is megszólalt a lelkiismereted. Na ide hallgass, menj be! Süss meg egy kappánt, hozz fel egy pintbort a pincéből, hadd ünnepeljük meg ezt az ifjú jegyes párt. Igen. Várj, Anni, fogd meg ezt a seprőt. Meg ezt a lepedőt. Hű, de elfáradtam. Hát nem hartol meg lelked. De meghaltam. De amikor megláttam, hogy mit műveltek, hát mérgemben feltalmaztam. Mivel, professzor úr? Nem is örül, meg se csókol! Nem szoktam csókolózni csak a helyi rókkal, még beszéljük. De a virágokról is. Professzor úr, ezzel meg kell Veronika kezét. Azt meg kell gondolnod. Mit meg kell gondolnod? Én már meggondoltam és odáig értem. Az egy megkérdezésem nélkül. Hát úgy is tudtam, hogy beleegyezik annak örömére, hogy a vites felesége visszatért a túlsó világról. Bánom is én, de hozom anyát, nincs úfi, egy betag sem. Farhat ne volna, hát miért kupargáltam itt esztendőkön a felokkodvák konyhapénzből, ha nem Veronikának? Igaz, kis hia oda lett? Lesz-e neked szövőlök? Köszönöm, nagyasszony, de mi nem tartunk számot a hozom anyát. A törkösi plébánya úgy is megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van. Igaz, Veronika? Nem is lenne szép elfogadnunk. Úgy is itt vagyom, ma körülön lánna ölése. Várom is én. Áldásom rajta. Mi kell még? Négy aludni. Most már csak azt szeretném tudni, hogy ki volt már olyan a vonat. Mert ha picit veszük a dolgokat, aki első basszista a kantusba, az ugyanakkor bízik meg a temélekére. És aki a halszető jarka, az apar egy időben nem mentett az egy kapu mellett. Így ha nem tőle romantikus. De ha rövid spekulálunk, aki a bibliai történeteket megénekelte, az nem lehetett más, mint azt a feleségemtől megtudta.
és aki nyelvi becsi bőségeit kidarolta, az sem lehetett más, mint aki őt idehozta. Így hát mégis aki volt a romantikus. Akárki volt, akárki volt. Ezen túl már nem lesz nevetszem el romantikus, ezt én mondom. Nálos azzal. Mert a szerelem, édes gyökrelem, megfestél tőlem, bennünk a vér. Szerelem nélkül, mit ér az élet? A szerelem, itt ennel felé. Mert a szerelem, nagy veszedelem, vigyázni kell, hát, kérem nagyon. Szerelmes fejjel, bolond az ember, a szerelem szörnyű bántalom. Mert a szerelem egy sötét verem, beesik abba mind a két. E szabály alól nincs kivétel, a szerelem mindenkit elér. Mert a szerelem édes gyökrelem, nagy veszedelem, egy sötét verem. Thank you.